A mások rovására történő érdekérvényesítés igenis az állatvilág jellemző viselkedés, nem a helyzet. Tehát érdeket képviselni egyéni és sportok érdeket, és nem a rendet képviselés, hanem az állat. Azon belül is pontosan meg tudjuk gondolni. Tehát földi körülmények között a legsikeresebb élő típus nem az ember. Ez minden biológus fújja. Csak a következőket, de a következőket is nem lehet, hanem melyik a legsikeresebb élő típus. Róla a veszteség. Nem is a főemlős. Tehát szó sincs arról, hogy át fogunk majdnosodni. Már régen túl vagyunk. Mindig a politikai helyzetet tessék figyelni, ez egyébként az adat is van. Már régen nem vagyunk a hasonló. Tehát 10 évvel ezelőtt még jelenben majmokat láttuk a térképeken, ma már nem. Rohanok, rohanok, csontányok. Nem viccelek, hasonlít rá imádkozó sáskapok, tipikus sáskapok. Most tudjuk, kiről beszélek, hát itt mindenkit nevesíteni. Tehát a múltkor lehetett látni, hogy a 8-6 Moszkvai tanácskozását a két fő véletlenül vagy nem véletlenül hátulról megszólított egy fokos őket. Kicsit riadta, mind a kettőben olyan odolmosolja, hogy hátra fordult, két ilyen súlyosan belül fogták, hogy egy egyedében volt. Hihetetlen, és közéletlen. Nem kell itt neveket mondani. Persze mindenki tudja, hogy ez egy bohócok, tehát ezeket jól találtatták, de hát mégiscsak, amit ő mondott csinálni, természetesen rosszul, azt fogják majd politizálni. Tehát ezen az úton legfeljebb a főemlős, azaz a mai szintével elüti a törzsfejlődésben, ha pedig történetesen emberőségtől származunk, óvatatlanul igazítunk vissza, hogy nem állunk meg. Tehát ha elindult a csúszás, a magadunknak. Most eddig az egyéni közéleti kapcsolatot a kérdésre. Most a társadalom nevel. Ebben hogy jelentkezik ez a képviselőség? A társadalom szerveződés kétféle alaptípusa ezek szerint így alakul. Ha a KIB Romulusi modellt akarom érvényesíteni, ezért nem látható, tudjuk, a KIB ez egy tipikus személytalan modell. A Romulusi ez tipikus indulatokkal mondják. És jelenleg itt az állítani. Ez a kérdés. Azt, hogy mikor melyik az állatszára mutatkozik, ez teljesen lényegtelen. A kérdés csak vagy az egyik, vagy a másik gondolatkozni. Tehát nincs kérdés. Tehát ezért fontos nekünk tudni, hogy milyen alapon követjük be ezeket az iszonyatokat. De valami iszonyatos. Azért, mert erkölcsileg önmaguk elhasználja. Tehát önmaguk erre közben. Ők eszerint a Romulusi KIB-nek is tanulnak. Tehát ha a KIB-Romulusi modellt akar érvényesíteni, akkor tudomság körülbelül. Minden felőtt zártrendszerre. Erre nem szoktunk képzelni. Döntően képzelni. Tehát mindenek előtt zárt rendszereket kell képeznem az emberközösségek emberét. Ilyen zárt rendszer lehet, hogy termelőzzen egy iskola, azon belül egy egyedül egy energiaszolgáltató vagy kiközlő rendszer, de ilyen lehet egy természetellenes határa közé kényszerű tekorosság. Körülnék meg, de valaki tudna egyetlen országot mondani a világon, ami természetes határa között. Mert ha véletlen ilyen, tudunk mondani, holnap van a biztos kérdezzel. Hát annyian értem most hasonló. Ugye Skócia kezdi a kínálóságát, hogy a követelmény, és hát Írországban felhetően gondolni. Hát az autája következő. Nem úgy látszik, hogy nagyon sokáig együtt fogunk a legjobb. De minden esetre azt képtől meg lehet, hogy egy a legfontosabb, és történetileg is erkős értelme és legfontosabb helyet van, hogy te tessék menni a maját, a hármasságot. Fújgyúli a hármasságot. Tehát jelenleg egyedül magad a számod, ahol mi valóban van a és még legalább a szűkített felébe sem adhatálunk tudni. Hát ezen nagyon el kellene gondolkozni, még nem arról van szőle, mert minden állam mellett akar töngetni, hogy mi vagy senki más, ők tessék meg.
tessék kívántani ezt a területet. Ez nagyon-nagyon lényeges, és éppen ezért rettenetesen nem szeretik azt, hogy a határok elfegyvenek átjárhatóvá. És amit ők ezáltal egy december 5-i aljassággal csináltak, pontosan visszajárhatjuk. Nem tudom, mennyire érzékelik a dolgokat, hogy ennél aljasabb dolgot egy nemzetemben nem lehet elkövetni. A vezetősége ellene agitál annak, hogy kapcsolatban létre a kényszerűen határ mögé szorul a hatítását, és a határon belül a hatítását. Ez olyan mértékű aljasság, hogy éppen nincs precedens. Azt mondom el, hogy hazárulásnak semmiféle súlya nincsen, mert hazárulás nem is sokkal kisebb. Az emberiség ellen vagyok. Mert az a helyzet, hogy pontosan az ellenkezőt értjük el, hogy érzékelik, hogy soha még ennyire határozott a magyar társadalmat a határon kívül. És ezt tessék megkérdezni a határon kívül. Az első sok élmény után, miután kellő időben megtudták, hogy nem a magyar nép véleménye volt, hanem ez egy a hatalmának, amit is csak egy gépinek volt a véleménye. Tehát egy nem gépi demokrácia, hanem egy gépi demokrácia, amit betáplálnak a gépnek, az lesz az eredmény. Semmi köze nincs a kérdésének véleménye, de semmi köze nincs. Még csak beszélésünk sem sem. Nagyon hamar megjelent. Néhány hét alatt még a legelszánt a síránkodni vágyók is elhatalmak. És innentől kezdve jött az, hogy hát nézzünk már tőlük. Tessék fölmenni a felvidékre, menjünk faluról falura, legalább minden 10 faluról egyre van egy életetet látszik. Mi tetszik mondani, hogy kinek a pénzére kitették ugye? A szlovákoknak pénzére, de mit tudjuk? Tegyük meg ugyanezt délvidéken, tegyük meg ugyanezt Erdélyben, ugyanaz a helyzet. Szép lassan azért esik nekik a felhoz, hogy a legelnyomottabb, legkiszolgáltatottabb az a határ belül. Mert ők hallatokat fognak, hogy őket egy olyan hatalom nyomja el, amely ellenük nem működik, és áldásuk utazik rá, hogy naponta megszégyenítse őket. És nekik ez nem működik. Hát ki uralkodik a határnak meg? Magyar? Hát ezt uralkodik a határnak. És nem arra törekszik, hogy percenként megvalami minden működik. Hát mesélj a sajtokat, hol vagyunk, vagy miért? Ebben még semmivel nem állunk jobban, mint a határon kívül. Tehát nekünk van még egy keresztül, amit van szabad ügyesen. Hogy mindig őket segít. Érted, hogy bármire is éves tehet, te tehet. Tehát ő kétszeres tehet, és elmegyünk háromszoros. És ezt nem hiszem, hogy esetleg esetleg. Ha valaki határon kívülra megy, ha már nem lehet hallani, vagy csak provokál. Céljából esetleg provokálásra lehet ilyet, hogy napi olyan magyarok kaptuk, akiknek a szív a zsebébe költözött. Nyugodtan visszajöttesen, hogy nem a zsebébe költözött, és nem a mi szívünk. A program költözött el a gyűlőre, és ennek egyéb neked is között gyűlőket a gyűlőket. Hát ezt már lassan minden csókat tudnak. Ezt kell a gyűlőre. Hát mióta a számítógépes értékelést bevezették, a világ sehol egyetlen választási elvés. Nem csak nálam, Egyesült Államokban sem, Ukrajnában sem, sorsorban. Egyetlen sem. Van, ahol esetleg közel áll a tényleg is, de soha senki nem elvész. Biztosan nem, de van. Tehát azt jelenti, hogy az egyébként is megkérdezik. Azért kell ezekről néhány, hogy mondom a szót egyben, mert teljesen felvén látjuk, helyünket a világban, és annak az erkölcsnek a szerepét, amiről itt beszélünk, pontosabban annak a másiknak, amelyel ma fogunk a működni. Mindenesetre ez a zárt tér, ez egy nem tudatos. Tehát ne felejtsük el, hogy az az ipar, amit itt Közép-Európában a héttel leépítettek, mit tetszik van, hogy miért tudjuk eljönteni. Amikor létrehozták, nem tudták, hogy ez teljesen időszerűtlen, gazdaságtalan és azért, mert a kis közösségeket ilyen módon lehet szétbontani, fölhozni őket zárt közegbe, a városban egy üzemen belül, ha 100 magyar és egy románunk volt, akkor sem amit kell veszni. Nem tudom, hogy
tehát abban van egy kút, amelyben átadható az élet számára jelenleg egy cseppnyi élet jelenleg. Egy cseppnyi. És ez fordítva van. Tehát egy teljes kutú lélekre hiába csökkent emberben egy csepp visszavizet, akkor nem szabad. Tehát mindez feltételezi az átkozót. És most gondoljunk bele, jelenleg mi az egyik ilyen kacsa, amivel napon lehetett megjelenni. Az, hogy ki lesz a más, hogy mondjam, csoporthoz tartozom, és nem érdemel, hogy én voltam, ez is valami. Tehát magyarul nem szeretnék, hogyha mondjuk hetente egyszer ellopnák a tornaperszerelését a gyerekemnek, tehát csinálok egy magániskolát, hogy én választom meg, hogy ki lesz az osztálytársa. Szabad ez? Hivatalosan. De ez nem nálam kezdődött, az először egyesült államban. A vigyázat ott kezdődött először, hogy igenis tessék bevinni a akkor látták-e a valóban tehát akkor számíthatok itt a magasztok kérdésre. Most annak vannak olyan egyébként, hogy egy halálosan fogadott kérdés. Egyszer érdemes végignem, egyszer már csináltuk ilyet, hogy végelemeztük. Nem kérdeztem össze ugyanennek a csoportnak a többi kérdére, amit minősíthetetlen egyébként. De minősíthetetlen. De ez a film, ez tényleg zseniális, vagy tudták az alkotók, vagy nem, de ez tényleg ennek a formának a legtökéletesebb. Ez a legtökéletesebb. Nagyon sokáig nem tudták, ha nem tudnánk, ugye jelenleg a halott időszakában vagyunk, még mindig. És ennek a túloldala, ezt fogjuk. Tehát ami probléma testi vonatkozásban létezik, az mind a legtökéletesebb szűz probléma. Tehát az, hogy nincs minőségtetlenség. Én most nem hiszem, hogy ez tipikusan tudja. Az, hogy itt zárt alakulatban, hogy ilyen irányban és ilyen irányban is egyébként kérdeztek, ez nem hiszem, hogy ez tipikusan. Tehát mindaz, ami jelenleg jött a betegséget, ez a szűznek az utolsó, de miután a precesszóban hátrára megyünk a világból, az egy kicsit a legerősebb hatás. Tehát ha nem lészünk, hogy melyik voltak a minőségben lennem, hogy minden a abszolút egészségek. Ilyen kicsit is fehér őszik. És ez az, amit lerészte, és ez az, ami sokuknak az életünk. Hát ne tessék lenézni ezt a halasztusztányát. De jelenleg ez a legerősebb. És mi volt az, amivel ők úgy gondolták, hogy majd beveszik az elvágtomát? A vállát. Távolít itt a különbözőt. Ami ezen lehet rövésállni, de két ennyire megerősített tétel, az már nem figyelmeztet, hogy itt már nem érdekel, hogy csinálják ezt a tétel. Ezek fontosabb tételként csinálják. És akkor van, hogy a szüzeknek a vállat, tehát hogy mindig ez a probléma, akkor van egy közi gyerek, aki tudjuk, hogy szintén őt játszik, és közvetlenül fiú. Tehát hogy mindig ennek a kornak a problémát, hogy tisztán ezt ennél tisztában, átérhetőben, én még nem látom. Igen. És miért mert van egy jelenleg, ami általában szoktuk értem, hozzáteszem a szemeket. Az a mint a óriások, akik azt mondják, hogy végül. Ez az ember nem érti, hogy mit szórakoznak ezzel, tehát nem olyan jó folyére ezek, hanem hogy kell legyen valami. És amikor mondják, hogy mi, akkor mindenki megrédül, és akár egy polgári személyi öregasszony például egy másik. Akár pedig ők maga Árkusz király is kísérni. Előbb vagy utóbb kapkod a fejét, hogy ne. Miért fog azt meg, hogy mi? Most ha ezt lefordítanám magyarra, én azt mondanám, hogy zsi. És ők miért mondják azt, hogy mi? Egyetlen szóval, amit nekik nem szabad kérdezni. Ott az egész. Mindjárt lehetett, hogy miért? Azt, hogy lőtt ilyen. Nem tettünk? Nem szabad, hogy miért? Csak. Hát, ha én azt mondom, hogy zsír, minden már teljesen lehet. Akkor megint tudjuk, hogy akkor kikötéseik, akkor kis rekedtést hozzatok ide, és akkor hozzá.